Előadást Lénárd Róbert állítja színpadra. A zenét ifjabb Kucsera Géza szerzi, a koreográfián Czrnkovics Gabriella dolgozik, a kosztümtervező Puskás Zoltán, a díszlettervezők pedig Lénárd Róbert és Gombos Dániel. Tulajdonképpen ez egy szakításnak a története, amelyen egyszerű akarok lenni, de hát bejön emellé egy rakás olyan dolog, ami valószínűleg a közönségnek is ismerős lesz. Egy kicsi gazdasági világválság, egy kicsi szórakozás, egy vidámpark, ahol ez egész történik, és hát ennek a vidámparknak a nagyon furcsa lakói, akik ezt a vidámparkot működtetik, és akik hát nem hátterül, hanem majd, hogy nem mozgatórugóiként szolgálnak ennek a párkapcsolati krízisnek. Hát én az egyik címszerepet játszom, Kazimírt, aki, hát akit egy rossz állapotban találunk, amíg ezt az előadást nézzük, épp kirúgták, és hát nagyon morcos és nagyon maga alatt van ez az egész alatt, és az egész, úgy érzi, hogy az egész világ ellene van, és ezáltal megmérgezi maga körül az egész környezetét, a kapcsolatát, de azért szerintem ő is egy megérthető figura, tehát vele is lehet azonosulni. Gombos Dániel, a Tanya Színház új igazgatója elmondta, hogy a jövőbeni tervek között szerepel, hogy ezentúl évente 3 előadást láthat majd a közönség akár más színházakkal koprodukcióban, valamint a tervek között szerepelnek különböző színházi műhely munkák is a kavillói művésztelepen. Az idén azonban a közlekedés tekintetében lesz a legnagyobb változás. Az eddigi hagyománnyal mi szerint traktorral közlekedünk, ezzel idén szakítani fogunk. Egyrészt a törvények miatt, másrészt pedig időt spórolunk azzal, hogy könnyebben eljutunk mondjuk busszal egyik helyről a másikkal. Viszont a díszletet továbbra is traktorral fogjuk szállítani. A bemutatót július 24-én tartják meg Kavillón, ezen kívül pedig még 19 helyszínen láthatja az előadást a közönség.